Na megérkeztem Copenhagen, ott van, ki van írva. Ezzel a vonattal érkeztem, és akkor ez a vonat megy tovább, ugyanúgy, mint én. Illedelmesen megvárom, még elmegy, aztán megyek én is. Megyek az állomásról kifele, hát nem hiszem, mert senki nem kérte a jegyet, itt van nálam, majd megmutatom. Senkinek nem kellett megmutatni, ott meg már ki lehet menni. Na, leadom a kis podnyászt, a kis megőrzőbe. 24 órára 60 dán korona. Na, úgy működik, hogy először ki kell nyitni, amelyik üresen, amelyik zölden mutatja, be kell tenni a bőröndöt, és akkor utána 60 dán koronát be kell tenni, de viszont coinsba, tehát érmébe, és akkor utána ezt kiadja. Ezt itt adja ki, és akkor ez az enyém itt. Itt váltottam át a 100 dán koronát, mert az apró kell a luggage room. Kijöttem az állomásból, az igen. Oh-ho! Jézusom, az meg micsoda! Na, ezt megvárjuk. Úgy. Nézzetek jó szét utoljára. Akkor mutatnám, hogy jelenleg hol vagyok. Itt vagyok a Christiansborg slotnál. Innen indultam vasútállomással, egészen eddig eljöttem, és akkor így fogok menni. Így valahogy, így, itt kezdték le a vízik, így, és akkor egészen, csendlegyem, és akkor így jövök, és akkor a Den Lille Hafrue szoborig, vagyis a kis hablányig. Láttatok már jeges medvét alulról? Azt nézem, hogy mit csináltak már ezzel a jeges macival. Külön biciklissel, oda néz. Tehát akkor ez a kerékpárosoknak a sávja, mint ahogy jön a csa is. És akkor, hogyha például le akarsz menni balra, akkor a bal kezedet fel kell tenni. Az a kis piros pont a Malmökirken, térképen így néz ki, élőbe meg, így. Dán Design Múzeum, és már nincs is messze a kis hablány. Ott van a barátom. Még csak ide se jön. Game. Kicsit leültem majd a lócára. Itt vagyok valamilyen kastélyba. Valamilyen Frederikshavn kastély.
majd lassan megyek tovább, és ott meg észrevettem, hogy valamilyen felvonulás van. A dán zászlóval hoznak valamit. Majd kiderítem, hogy mit. Hát nem tudom, mennyi látszik így a kamerán keresztül, de biztos nem vállalnák be itt egy sajgurítást, az is biztos. Nézzük csak, mi van ott a háttérbe. Három darab óriás hajó. Na itt aztán van fegyelem. Oda nézzetek. Ez tetszik nekem. Az igen. Hogy ez. Na megérkeztem a kis hablányhoz, itthon. Sorba kell állni fotózáshoz. Hát én most azt nem fogom kivárni. Jó lenne az. Csak ennyien állnak a sorba. Tehát akkor a mai nap ő volt a fő attrakció, ezért gyalogoltam le, de nem csak én, hanem sokan mások. A kis hableány. Nem tudom, hogy hallakszik-e. Veszekednek. Pénztárcáját akart ellopni. Jól figyeljen mindenki. Tegyük a kis csajszival. Megkérdezem tőle, hány óra van? Szerintetek ideges lesz? Hát nem, menj el. Itt aztán van nyűsgés fiatalok. Hol a nézzetek? Még ilyen se láttam, megy lefele a híd, az előbb ment el a hajó. Látszik, hogy megy lefele, és akkor itt áll a forgalom. És akkor még mindig látszik, hogy megy lefele. Mindjárt színbe lesz. Ez volt a jelzés, gondolom, hogy elment a hajó, és akkor lassan lehet menni. Ezek aztán megindulnak. Nézzetek, mennyien jönnek. Istenem, de jó fűszagot éreztem az előbb. Itt is vannak hoppon-hoppof buszok. Nyugodtan fel lehet rájuk szállni. Azért ez már sokkal komolyabb, mint ma a mű. Sokkal-sokkal komolyabb. Gondolom duplája. Tehát ahol a piros négyzet van, ott állok, a Forfrelserskirke, valamilyen templom, ott van. Csodálatos, ott vannak fent a tetején. Kicsit majd közelebb megyek én is. Rengeteg a szőke, mindenfele, férfiba, nőben.
A folyó neve az Inderhavnen nevezetű folyó. Gondolom a zene ismerős. Tehát az építmény neve valamilyen Rundetårn. Nem tudom, hogy kell kiejteni. Megindultak a kerékpárosok. Ma visszajöttem a vasútállomásra, megyek, felveszem a podgyászt, és akkor megyek a szálláshoz. Az pedig a 26-os buszra lesz majd szükségem. Ma visszajöttem. Most dől le, hogy hogy működik, tehát ez volt a 25.09-es, és akkor ezt kell bedobni ide, és akkor állítólag kinyílik. Ez. Így van. Na, innen indul a 26-os, oda van kér, hogy 26-os, és akkor a Valbiba fogok menni. Mindjárt jön majd a busz. Na hát megérkeztem a hotelhoz. Ez lenne az 21 szám. Már csak azt kell megtudnom, hogy tudok bemenni. És akkor mutatnám a vonatjegyet, amikor Malmöbe jöttem el Kopenhágába. Ezt senki nem kérte tőlem. Na, sikerült bejutni, és akkor ez lenne a második szállás. Egy éjszakáról van szó, egy erkélyes kis szoba, és akkor 400 dán koronát fizettem érte. Akkor a dán bankjegyekről és érmékről, akkor meg csak ennyit futtálva. Az 50-es ott van, meg a 100-as. Ezek a lyukasok, meg a két koronások, a sárgák, meg a 10 koronások. Ez a hátlapja, ez meg az előlapja, ez meg az előlapja az 50-esnek. Ja, és akkor ott van fenn a szekrény, ahol oda lehet pakolni ruhákat. És akkor nézzük meg a kilátást. Tehát így néz akkor ki, és akkor az reggeli délben van amúgy a szállás. Volt egy kis kavarodás, de szerintem valami útterelés lehetett, elmentem teljesen a végállomásig, aztán leszálltam, sofőrcsere volt, aztán sikerült leszállni, ahol a hotel van. Mindegy, az a lényeg, hogy itt vagyok, holnap megyek vissza akkor Angliába. Végül is ez nem hotel, hanem magánház. Nem baj, legalább megnézzük, hogy néz ki egy dán. Kivintom, hogy egy dán lakás. Néz ki. Hát így. Hát én még életemben nem láttam ennyi biciklit, mint itt Kopenhágában. Nyitnom kellene egy vállalkozást itt, kerékpár javítás és szerelés. És akkor már jön is a buszom, ezzel fogok menni a reptér az 5-ös állam. És akkor ott írja a monitoron, hogy mikor érkezünk a reptérre.
tudom, hogy látszik-e, 08:54-kor. És akkor most van 08:33. Nem hiszem el, mutatja az időjárást is. És akkor a buszjegy így néz ki, Kopenhágától a reptérig, és akkor 36 dán koronába kerül. És akkor ott van az a kis kék szerkentyű, a leolvasó, amikor felszáll az utas, oda kell tenni a jeletet, leszálláskor meg itt van egy másik, csak most az nem látszik. És akkor megérkeztem a reptérre, a Terminál 3-as részéhez, ez a végállomás. Aki meg majd busszal szeretne visszamenni a központba, a Hilton előtt indul az 5-ös A-busz, ott van, ki van írva, hogy Husum Torve, hát biztos nem így kell ejteni, de a lényeg az, hogy innen indul majd be a központba a busz. Micsoda fasz a kis dizájnos víznyelő. Ilyet akarok csináltatni a szobámba, csak annyi különbséggel, hogy fejjel lefele. Tehát Skandinávia legnagyobb reptere, régebben úgy hívták, hogy Kastrup, most a neve CPH, van 3 terminál, 25 millió ember utazik évente, és ott lesz majd a bejárat. És akkor vonattal is ki lehetett volna jönni, az ott 13-15 percig tart. És akkor az egy kicsivel drágább lett volna, és itt van jobb oldalra az állomás. Itt jön alattam a vonat. Így van, a Terminál 2-es kell nekem, az meg itt van erre. Hatalmas egy reptér, azt meg kell hagyni. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy az EasyJet-tel megyek vissza Angliába. És akkor hagyd vegyek már fel egy ilyet is. Tudom, hogy a nézők valószínű, hogy unják, de én nem. Tehát ott van az EasyJet, és akkor 11 óra 10-kor van kérve Manchesterbe. És akkor ennyi. Ahogy jön. Neved mondd meg egyszer. Nevem? Misike, ez már hol vagy? Na sziasztok, a kőtúrán végéhez értem. Itt vagyok egy másik magyar sráccal, aki Zsoltinak hívnak. Meghívott ugye egy üveg sörre. Ez egy dán sör. Akkor sziasztok. Egészségedre. Sziasztok.